Új kórházfinanszírozás. Mintegy 100 milliárd forint érkezik két év alatt az egészségügybe, amelyből elsősorban a szakdolgozók és az orvosok bérét kívánja rendezni a kormány. Régi új pompájában átadták a felújított kállóseményi kállai kúriát és az épület együttes körüli parkot. Mintegy 100 milliárd forint érkezik két év alatt az egészségügybe, amelyből elsősorban a szakdolgozók és az orvosok bérét kívánja rendezni a kormány. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Erről Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere beszélt Nyíregyházán, azon az ünnepségen, ahol felszentelték a 650 ezer ember ellátását végző megyei kórház új épületeit. Adj békességet e hajléknak, és kegyelmesen áld meg azt, és szenteld meg azt. Ezekkel a szavakkal szentelték fel a nyíregyházi tömbkórház projekt új épületeit a történelmi egyházak képviselői. A 16,1 milliárd forintos beruházás 27 ezer négyzetméterén 1600 új orvosi gépműszer várja a betegeket. Az onkológia, a szív- és érrendszeri részleg, a gyermekgyógyászat, valamint a sürgősségi betegellátó centrum került új környezetbe. A nyíregyházi kórház úgy megújult, tulajdonképpen a kétharmada a kapacitásnak, az most már 21. századi színvonalú, hogyha az emberi erőforrás fejlesztés összeveszem, akkor ez 23 milliárd, a vidéki kórházok sorában az egyik legnagyobb a nyíregyházi kórház, a sürgősségi osztálynak a megújítása és az összes többi fizikoterápiása, és ez mind, ami hozzájött, az jelzi azt, hogy most már csak jó orvosok és rendesen megfizetett ápolók kellenek ahhoz, hogy azt lehessen mondani, hogy valóban Nyíregyházán biztonságban van mindenki, aki egészségügyi ellátásra vár. Ünnepi beszédében Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere kiemelte, ha a beruházásokra gondol, a magyar egészségügy sikertörténet. Az új kórház finanszírozás kiépítése viszont még számos feladatot ró a kormányra. Többek között a várólisták megszüntetését, az orvos elvándorlás csökkentését és az egészségügyi szakdolgozók bérének rendezését. Több mint 100 milliárd forintos forrás érkezik két év alatt az egészségügybe csak béremelésre. Szeretnénk az orvosi kamarával, a szakszervezetekkel, a kórház szövetséggel kidolgozni a részleteit, hogy inkább egyszerre nagyobbat vagy osszuk el, úgyhogy akkor aztán összességében magasabb összegek érkezhetnek. Én azt szeretném, ha egy 4 éves program lenne az egészségügyi dolgozóknál, inkább 3 évet javaslok az orvosoknak, de majd ezt ők meg fogják beszélni. A miniszter hozzátette, az eheti szakmai egyeztető tárgyalások után viszi javaslatát a kormány elé. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnökét, Sesták Oszkárt választották a KDNP önkormányzati tanácsának élére. Az új elnököt több száz megyei és helyi önkormányzati képviselő, alpolgármester és polgármester közül jelölték ki. A testület javaslataival nyújt segítséget a párt parlamenti képviselőinek, a kormány KDNP-s államtitkárainak és minisztereinek az önkormányzatokkal kapcsolatos döntések előkészítésében és megalkotásában. A tanács fontos feladata az önkormányzat és az állami intézmények közötti párbeszéd. Régóta működik a KDNP-ben egy önkormányzati tanács, ennek az új alakulása történt meg most Budapesten. Nyilvánvalóan az a elsődleges feladatunk, hogy a közösséget összetartsuk, tehát a KDNP-s önkormányzati képviselők közösségét, és szakmai programokat szervezünk nekik, szakmai képzéseket szervezünk nekik, illetve olyan fajta érdekérvényesítő, érdekegyeztető tevékenység végezzünk, amit a kormányzati szervek felé is tudunk továbbítani, belügyminisztérium, fejlesztési minisztérium és különböző ágazati szinteken is az önkormányzatok érdekében a KDNP látásmódján keresztül. Önálló egészségügyi minisztérium létrehozását szorgalmazza a Jobbik, hangsúlyozta nyíregyházi tájékoztatóján Földi István, a párt megyei önkormányzati képviselője. A politikus kiemelte, az egészségügy egyik alapvető problémája, hogy a házi orvosok átlag életkora és az üres praxisok száma folyamatosan növekszik. 2016. januárja és márciusa között 67 praxis vált ugye betöltetlenné Magyarországon, ami körülbelül 307 betöltetlen helyzetet jelent ma az országban. Ezek nagyon súlyos helyzetek, amelyeknek különböző álláspontok alapján akár 5 év múlva meg is feleződhetnek. A legsúlyosabb probléma az, hogy a házi orvosoknak az átlag életkora 57 és 61 közé esik.
Átadták a felújított kállósemjéni kállai kúriát és az épület együttes körüli parkot. A beruházás mintegy 1,2 milliárd forint pályázati támogatásból valósult meg. A kúriában az 1920-30-as éveket idéző kávézót és információs irodát is kialakítottak, a parkba pedig kállai elődöket ábrázoló szobrokat helyeztek ki. Ezek a felvételek 2012 őszén készültek, akkor még romosan, kihasználatlanul állt a kállósemjéni kúria, amelyet 1763 körül Kállai György megrendelésére építettek. Most régi új pompájában tekinthető meg az épület és környezete. Maga az összberuházás költségvetése az 1 milliárd 151 millió forint volt, ez 99,5%-ban finanszírozott volt, tehát egy minimális önerőt kellett a településnek hozzáadnia. A település képet, mindenképpen a településnek adott egy arcot ez a beruházás, ami a külsőségeket érinti, tehát az épületeink azok megújultak. A kúria mellett többek között a Kállai kápolnát is felújították, emlékműveket és művészeti alkotásokat is elhelyeztek a parkban, hogy a kegyeletüket lerúvók méltó körülmények között emlékezhessenek a kállaiakra. Az egykori Szabolcs vármegye múltjához szervesen hozzákapcsolódott a kállai család, amely talán leginkább meghatározta a vármegye múltját az elmúlt évszázadok, sőt elmúlt egy évezred során. Itt voltak birtokosok, 1100-al kötődtek a vármegyéhez, ez a tájhoz, a nyírséghez, és hát most teljes pompájában újra látható az ő ősi családi fészkük, a kállai kúria. Ez pedig már a kállai családi elmondata latinul, azaz jóban és bal sorsban egyaránt. A rendezvényen jelen volt Semmin Zsolt miniszterelnök helyettes is, aki az egykori miniszterelnök munkásságát, politikai éleslátását méltatta beszédében. Mert jövőre lesz 50 éve annak, hogy a teremtő elszólította közülünk. Hazánk 20. századi történelmének legválságosabb idején állt a kormány élén. 1942 tavaszát írtuk. Magyarország hadban állt a Szovjetunióval, Nagy-Britannia már hadat üzent nekünk, s Németország mintájára, s nyomására mi is hadat üzentünk az Egyesült Államoknak. Teleki Pált már egy éve eltemettük, Bethlen István nem vállalt közéleti szereplést. Kállai Miklósra, akiben Horthy Miklós kormányzó úr és környezete is megbízott, jutott az a szerep, hogy bárdosi németeket kiszolgáló miniszterelnöksége után megpróbálja a lehetetlent, a magyar érdekek képviseletét. A beruházás részeként felújították a Wolkenstein kastélyt, valamint a volt urasági kiszolgáló épületet is, amelyet napelemekkel láttak el, annak garázsa előtt pedig igazi különlegesség áll. A kúria egyik ékessége ez a Ford A-modell, amelyet bárki kipróbálhat, és így négy keréken élhető át az igazi időutazás. Ilyen autóban utazott az egykori miniszterelnök Kállai Miklós is. Az időutazást más is segíti, az 1920-30-as éveket idéző kávézó, amelyben egy különleges herendi kávéfőzőt helyeztek el. A kúriában pedig különleges állandó és interaktív kiállítás is várja az érdeklődőket. A beruházás átadása után azonban még várni kell, a tervek szerint ugyanis május közepétől látogathatóak belülről az épületek. 90 éves korában meghalt Som István, a Pócs Petri per utolsó vádlottja. Ma délután a nyíregyházi északi temetőben helyezték örök nyugalomra. 68 évvel ezelőtt Pócs Petri község lakói iskolájuk elvétele ellen tiltakoztak, amikor a kivezényelt rendőrök közül egyikük puskája elsült és halálosan megsebesítette magát. A balesetet gyilkosságnak minősítették, bűnösként pedig a jegyzőt, Királyfalvi Miklóst és a plébánost, Asztalos Jánost vádolták meg 1948-ban. A magyar kommunista rezsim őket kivételes gyorsasággal koncepciós perben ítélte el, Királyfalvit kivégezték, Asztalost életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A vádlottak listája hosszú volt, egyikük Som István, a falu tanítója volt. 15 évet ült börtönben, a fővárosi bíróság 1993-ban felmentette, és ezzel hivatalosan is lezárult a Pócs Petri ügy. Som István 2008-ban megkapta a Magyar Köztársaság lovagrendje kitüntetést, valamint Pócs Petri díszpolgára volt.
Gyermekjogi tanácsokat kaptak állami gondoskodásban élő fiatalok a hétvégén Nyíregyházán. A témáról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 300 éves a Miketz család nemesi levele. A jubileum alkalmából a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár és a Józsa András Múzeum a család történetét bemutató kiállítást rendezett. 6 gólos győzelmet aratott a Kispest ellen a kisvárdai KC, amely sikerével visszaszerezte a második helyet a tabellán. Rekordszámú, közel 600 gyerek vett részt a hétvégén a Gyerekképbe országos rendezvény sorozat nyíregyházi állomásán. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye gyermekotthonokban, lakásotthonokban, vagy éppen nevelőszülőknél élő fiataljai kaptak gyermekjogi ismeretterjesztő tanácsokat. A rendezvény legnépszerűbb kísérő programja a labdarúgó bajnokság volt. Karcsi Abátszalókról érkezett a társaival együtt, 7 éves kora óta focizik, most is nagy reményekkel jöttek a nyíregyházi versenyre. Én 3 éve vagyok nevelőszülőnél, jól érzem magam, előtte voltam 5 évig intézetben, azelőtt meg még egy nevelőszülőnél, szóval otthonról rákerültem 6 éves koromba, és ez valamilyen formán jó, mert megtanulok így beilleszkedni a társadalomba, meg más embereket megismerhetek és focizhatok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 2500 gyermek él állami gondoskodásban. A gyermekek most a kialakított jogpontokon tematikusan az őket megillető jogok mentén kaptak játékos formában tájékoztatást, többek között a kapcsolattartáshoz, a megfelelő egészségügyi ellátáshoz vagy a védelemhez való jogaikról. Ennek a rendezvénynek pont az a célja, hogy a jog tengerében eligazodni nem képes fiatalok számára olyan tájékoztatást adjon, amely biztosíthatja azt, hogy egyébként szerényebb és gyengébb jogérvényesítő képesség során segítséghez juthassanak, ha bármilyen jogsérelem éri őket. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyerekképbe elnevezésű jogtudatosító napját 2 hónapon keresztül az ország 7 régiójában szervezik meg. Ez a rendezvény, azt gondoljuk, hogy hiánypótló, hiszen ilyen országos jellegű focitorna, tájékoztató jogokról szóló tájékoztató rendezvény nincsen az országban. Rekorder idén ez a nyíregyházi helyszín, hiszen közel 600 gyermek regisztrált, és 12 csapat részvételével zajlik, 3 megyéből, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár és Szolnok megyéből érkeztek gyerekek. A Rócsó május 19-én Budapesten átfogó szakmai programmal és a labdarúgó bajnokság országos döntőjével zárul. 300 éves a Miketz család nemesi levele. A jubileum alkalmából a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár és a Józsa András Múzeum a család történetét bemutató kiállítást rendezett. A Miketz család több tagja a 18. századtól kezdve hosszú időn keresztül vármegyei tisztséget töltött be a megyében. 1716-ból való 300 éves a Miketz család címeres nemes levele. Miketz Mihálynak és feleségének 6. Károly német-római császár adományozta. Armális nemeslevél ez, tehát ami azt jelenti, hogy ezzel csak nemesi címját, birtok nem járt. Valószínűleg valami hadi dicsőséget kaphatta az ős ezt a levelet, és ugye ez azért fontos minden ilyen nemeslevél, mert meghatározzák benne a nemesi címet, ugye ebben a Miketz család ezen ágának a nemesi címerében egy ágaskodó ló, fekete ló látható. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár 100 éve őrzi a nemesi származás bizonyító dokumentumot. Az évforduló alkalmából szerveztek jubileumi találkozót a család számára. Nagyon sok olyan családtag van, akivel én is most találkozom először. Tehát tulajdonképpen azért szétszóródik a család. Igaz, hogy amikor Miketz Mihály 300 évvel ezelőtt megkapta az nemesi oklevelét, ma, ahogy én számolom, körülbelül 44 olyan 50 év alatti fiatal van, aki tovább tudja vinni a családot, ebből mintegy 60% férfi. A család minden tagja Szabolcs vármegyei tisztviselő volt. Katonáskodott, alispánok, főispánok és szolgabírók voltak. Kiemelkedő tisztségre tett szert Miketz Ödön főispán, aki a Gömbös kormány igazságügyi minisztere volt. Kemecse és Gáva településeken és környékükön élt a nemesi família. A család szellemi örökségére méltán büszke a megye.
Ez a család, ez a megye szempontjából a gazdasági életben is, a politikai életben is, és azt hiszem, hogy a társadalmi életben is olyan szerepet töltött be, amely méltó arra, hogy a hagyaték az valóban olyan helyre kerüljön, ahol könnyen hozzáférhető, könnyen átlátható, és ezáltal úgymond a közvéleménynek, a közéletnek a részévé tehető. Miket Ödön, Kálmán, Pál, Gábor és László családját mutatja be a kiállítás. A levéltári dokumentumokon kívül a Megyei Múzeum őrzi a család tárgyi emlékeit is. Hat gólos győzelmet aratott a Kispest ellen a kisvárdai KC, amely sikerével visszaszerezte a második helyet a tabellán. A női kézilabda NB1B 22. fordulójában lejátszott mérkőzésen Rácz Sándor együttese 11-10-es félidő után 29-23-ra nyert a fővárosiak ellen. Két pontos előnnyel érkezett a második helyen álló Kispest a harmadik helyezett kisvárdaiakhoz, akik szerettek volna visszavágni az ősszel elszenvedett 3 gólos vereségért, lehetőség szerint minimum 4 gólos győzelemmel, hogy pontazonosság esetén megelőzzék a fővárosiakat. Ehhez képest az első félidőben kiegyenlített játékot láthatott a közönség, a szünetre mindössze 1 gólos előnnyel vonulhatott le Rácz Sándor együttese. A második 30 percben aztán fokozatosan ellépett ellenfelétől a hazai csapat, amely végül a tervet túlteljesítve 6 gólos győzelmet aratott a kispestiek ellen. Három fázisra bontottuk ezt a meccset, tehát tudtuk, hogy ez egy friss, nagy fordulatszámon gyors csapat, tehát van olyan 30 percük, hogy felállt valami, szinte egyetlen támadás sem kell nekik megoldani, mert lerohanásba megoldják. Ezt mi az első fázist olyan 30-20-33 percig prognosztizáltuk. Utána egy ilyen utazó fázist, ahol lopva lehet majd rátenni gólkülönbségre, és nagyon fontos volt a zárófaktor, tehát hogy ott a megszerzett előny esetleg, ha létezik, akkor ezt meg kell tartani, hisz most mindent kipróbált itt az utolsó időszakban az ellenfél. Én úgy gondolom, hogy ezek a válaszok különösen támadásban megszülettek, védekezésben elfáradtunk, de jó kapus teljesítmények voltak ma. Az NB1B keleti csoportjának tabelláját az Egri Eszterházi főiskola csapata vezeti, megelőzve a 35 pontos kisvárdai KC-t és a szintén 35 pontos Kispestet. A hírek szerint a szövetség 14-re emeli az NB1 létszámát, nem lesz kieső az élvonalból, és a két NB1B-s bajnok lép feljebb. Mivel a nyugaton első Szekszárd nem vállalja a magasabb osztályt, a keleten második, jelenállás szerint a kisvárda előtt nyílhat meg az út. Várjuk azt a mendemonda nélküli versenykírást, ami majd szerintem előbb-utóbb megjelenik. Tény az, hogy fel akarják duzzasztani a magyar első osztályt. Tény az, hogy erre vannak alternatívák. Mi nekünk egy dolgunk van, hogy mindig a soron következő mérkőzésre készüljünk. A kisvárdai KC legközelebb Debrecenben a DVSC második csapata ellen lép pályára, majd 3 hazai mérkőzés, a Görd, a budapesti Szent Istvánese és az Eszterházi főiskola elleni találkozó vár Rácz Sándor együttesére. A Mediball az emberi intelligenciát fejleszti a mozgáson keresztül. A labdajáték országos bajnokságát tartották a hétvégén Nyíregyházán. Hazánk 18 városából több mint 130 versenyző érkezett, hogy a versenyen 9 kategóriában mérje össze tudását. Kortól függetlenül játszunk, itt most 8 éves kortól, 74 éves az legutolsó korosztályban a legidősebb versenyzőnk, gyakorlatilag ugye korosztályokra bontva zajlik a verseny. Akár a verseny része, akár az életmódprogramja kortól függetlenül játszható, gyakorolható. Ami különleges, hogy ilyen játékos keretek között hihetetlen módon tudunk figyelmet, koncentrációt fejleszteni, ellazultságot létrehozni egy flow típusú állapoton keresztül, pozitívan hat a testtartásra, minden terület a stressznek a kezelésére, és lehetne sorolni a jótékony hatásokat, úgyhogy mindenkinek ajánljuk. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Mintegy 100 milliárd forint érkezik 2 év alatt az egészségügybe, amelyből elsősorban a szakdolgozók és az orvosok bérét kívánja rendezni a kormány. Erről Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere beszélt Nyíregyházán, azon az ünnepségen, ahol felszentelték a 650 ezer ember ellátását végző megyei kórház új épületeit. Átadták a felújított Kállósemjéni Kállai kúriát és az épület együttes körüli parkot. A kúriában az 1920-as, 30-as éveket idéző kávézót és információs irodát is kialakítottak, a parkba pedig kállai elődöket ábrázoló szobrokat helyeztek ki.
A Kölcsei Televízió iradóját látták április 18-án hétfőn. Friss hírekkel természetesen kedden este is jelentkezünk, híreinket addig is megnézhetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Kedden napos, de a mainál hűvösebb időre számíthatunk. Az átvonuló hidegfront kedden fokozatosan elhagyja a Kárpát-medence légterét, nyomában már szárazabb, hűvös léghullámok érkeznek fölénk. Éjjel a gyakran erősen megnövekvő felhőzetből futó záporok is kialakulnak, egy-egy helyen még az ég is megdörrenhet. Az éjszaka második felében már az erősen felhős körzetek mellett derültebb területek is lehetnek, ekkor már nem valószínű csapadék. Az északi szél időnként megélénkül, reggelre általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kedden napközben a nap első felében még változóan felhős lesz az ég. Délután a korábban felhős területeken is csökken a felhőzet, és ekkor már sok napsütés várható. Csapadék nem valószínű, időnként megélénkül az északi szél. Délutánra 18 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. A hét közepén többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhővel. Az éjszakák hidegek lesznek, néhol talajmenti fagy is lehet. Pénteken átmeneti melegedésre számíthatunk, de a nap folyamán már egyre több felhő érkezik, ami jelzi a hétvégére valószínű jelentős időjárás változást. Egy hullámzó frontrendszer húzódik az ország fölé, emiatt szombaton még csak szorványosan, vasárnap már nagy területen számíthatunk esőre, és a hőmérséklet az átlagos alá csökken.